Mátyus János figyeli a kisvárdai edzőpályán a gyakorlatokat végző futballistákat. A korábban többek között Szombathelyen, Sopronban és Nyíregyházán is dolgozó szakember az elmúlt hét elején vette át a bajnokságot várakozáson aluli szerepléssel kezdő csapat irányítását. A második hét végéhez közeledve az új tréner elégedett az eddig tapasztaltakkal. Az első benyomásaim feltétlen pozitívak. Nyilván az ember azt sejtett, hogy milyen közepbe érkezik, de mégis meglepődtem, hiszen kifogástalan körülmények között tudunk készülni. Egy nagyszerű stadionban, remek kiszolgáló helyiségekkel, nagyszerű pályákkal. Most van egy kis gond a pályáinkkal, hiszen egy gombafertőzés megtámadta őket, de hamarosan szerintem már minden pályánk használható lesz. Én megtekintettem az elmúlt fordulóban az Újpest kisvárda mérkőzést, és akkor elmondtam a meccs után, hogy bár borzasztó nehéz helyzetben van a csapat, hiszen ennél nehezebb helyzetben akkor lenne, hogyha kieső helyen lenne, de a keretet alkalmasnak érzem arra, hogy meginduljunk fölfelé. Hétvége lesz egy roppant fontos kupamérkőzésünk Pilisen, aztán jövő vasárnap az első bajnoki meccsünk a Ferencváros ellen, meg kell indulnunk fölfelé. A bajnokságot Miros Kruscsics irányításával kezdte a kisvárda, majd három meccsen Gerlicki Máté ült a kispadon. Két hónapon belül Mátyus János a harmadik szakember, akinek elképzeléseit magukévá kell tenniük a játékosoknak. Nyilván nem egyszerű, amikor folyamatosan így más elképzelés van, de elfogadjuk, és próbálunk mi is szívni ezt az, amit az edző akarja. Mátyussal ma azért most egy hét már dolgozunk együtt, és a volt edzővel nem is akarok beszélni, de most ez a legfontosabb, hogy a következő meccseket ezt látjuk, ez a javulás a játékunkban. Mátyussal már egy hét dolgozunk, volt egy edzőmeccs, most lesz és egy kupameccs, úgyhogy bízunk benne, hogy már Fred ellen azért már többet fogunk tudni mutatni. A kisvárda 4 évvel ezelőtt már játszott magyar kupameccset Pilisen. Akkor egy 11-es góllal 1-0-ra nyert az élvonalbeli együttes. Mátyus János ezúttal sem számít könnyű mérkőzésre. Egy alacsonyabb osztályú, de ennyi biztos vagyok benne, hogy erőtől, lelkesedéstől felvértezett csapattal fogunk találkozni, de nem lehet meset. Tehát elmegyünk Pilisre, tisztelettel fogunk játszani, tisztelettel fogunk érkezni, de a meccsen meg kell nyernünk és tovább kellépnünk a következő fordulóba. A pilisi LK kisvárda mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik. Ugyanebben az időpontban indul útjára a labda a Tiszaújváros Nyíregyháza Spartakusz kupa meccsen is, míg a negyedeset Ferencváros mérkőzés kezdési időpontja szombat 12:45.